A rendőrség és a statisztikai hivatal adatai szerint ugyan évről évre javul a közbiztonság helyzete az országban, ennek ellenére változatlanul a főváros bűnelkövetéssel legfertőzöttebb területe az országnak. Budapesten 100 000 lakosra átlagosan most is legalább 2 000 bűnelkövetés jut évente, miközben a legkevésbé bűnös megyékben ez a szám 700 alatt van. A budapestiek sajnos azzal is együtt kell éljenek, hogy itt van a legtöbb erőszakos bűncselekmény, így a rablások számát tekintve is torony magasan vezet a főváros. Az tény, hogy a budai kerületek közül a 12. a legbiztonságosabb, ám a szomszédos 11. kerület vélhetően a hatalmas átmenő forgalomnak köszönhetően elég rossz eredményeket produkál. Az elmúlt hónapokban többször is hírt adtunk új budai bűnesetekről, amelyeket tömegközlekedési járműveken, megállókban vagy állomásokon követtek el. Röviden arról az esetről is beszámoltunk, amikor egy férfi puszival álcázott egy rablást. Az ügyben mostanra ítélet is született. A vádirat szerint a 34 éves férfi 2021. szeptemberében a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában ismerősi viszonyt színlelve szólított le egy fiatal férfit, és pénzt kért tőle. A sértett elővett a zsebéből némi apró pénzt, amit átadott a vádlottnak, aki azonban ezt keveselte, és további pénzátadását követelte fenyegető hangon és a testi erőfölényét kihasználva. A sértett ekkor a pénztárcájából elővett egy 1000 forintos bankjegyet, amit ugyanúgy átadott a vádlottnak. Ő azonban felszólította, hogy adjon további pénzt, és ne hazudjon arról neki, hogy nincs nála több készpénz. Mint azt már az elmúlt napokban több hasonló erőszakos bűncselekmény esetében is hallották, a fiatal sértett itt sem kért segítséget senkitől, noha egy nagyforgalmú pályaudvaron, illetve aluljáróban történt az eset. Az agresszív magatartás és a támadó vélhető fizikai fölénye megtette a magáét. A megfélemlített áldozat még 10 000 forintot adott a bűnözőnek, aki ismerve a helyszínt, illetve azt, hogy a területet kamerákkal figyelik, magához húzta a kirabolt férfit, és rokoni vagy baráti búcsúzkodást színelve úgy tett, mintha puszit adna neki. A valóság azonban ebben a pillanatban is idegebb volt a mutatott képnél, hiszen az elkövető búcsúzóul megfenyegette az áldozatot, ha hívja a rendőrséget, vagy bárkinek beszél a történtekről, akkor ellátja a baját. A kirabolt férfi ennek a fenyegetésnek végül nem tett eleget, így a rendőrök rövid időn belül elfogták a tettest. Az illetékes kerületi ügyészség a többszörösen büntetett előéletű 34 éves férfit rablás büntettével vádolta meg. A bírósága lefolytatott bizonyítás eredményeként váddal egyezően rablás büntettében megállapította a férfi bűnösségét, és ezért őt, mint többszörös visszaesőt, első fokon 6 év fegyházbüntetésre ítélte, annak megállapításával, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a vádlott terhére súlyosításért hosszabb tartamú fegyházbüntetés kiszabása érdekében fellebbezett. A szakértők azt javasolják, ha valaki bűncselekmény szemtanúja lesz, annak mindenképpen értesítenie kell a rendőrséget, a helyszín és az esemény pontos meghatározásával, az esetleges áldozatoknak pedig arra hívják fel a figyelmét, hogy zajkeltéssel, láthatóan erősebb fizikumú embertől segítségkéréssel, vagy ha lehetőség van rá, akkor a helyszín gyors elhagyásával, vagyis elfutással védjék meg a testi épségüket és értékeiket.